A legnagyobb biztonság mellett próbálhatták ki az amerikai foci legfontosabb mozdulatait csütörtökön délelőtt a Vasvári Pál általános iskola felsősei. A Fehérvár Entroners játékosai érkeztek az intézménybe azért, hogy rendkívüli testnevelés órák keretében népszerűsítsék a sportágat, és ösztönözzék a diákokat arra, hogy ő is kipróbálják a sportot. Mint a csapat elnöke mondja, ezeken az alkalmakon úgy próbálják ki a fiatalok a sportágat, hogy nem veszélyeztetik sem magukat, sem társaikat. Az órákon néhány olyan gyakorlatot vesztek át a gyerekek, amiket mi is csinálunk az edzéseken. Tehát tényleg a valós játékba engedünk betekintést, mind labdával, mind labda nélküli gyakorlatokat is kipróbálnak, mind támadó, mind védő oldalról. De a legfontosabb az, hogy komplexitásában lássák, hogy ez egy olyan sportág, amiben ők megtalálhatják saját magukat, pont ezért hozunk nagyon sokféle gyakorlatot. És az a legfontosabb célunk, hogy a széles közönséghez juttassuk el ezeket. A Vasvári Pál általános iskolában mindig szívesen fogadják hasonló bemutató órákra a város sportklubjait. Ezt már Lackó Gábor igazgató mondta, aki hozzátette, az Entronerszel több éves jó kapcsolatot ápolnak, akik rendszeresen ellátogatnak az intézménybe. Mivel a fiatalok, pont a felsős korosztály, tudom, hogy amellett, hogy éjjel-nappal bűvölik, bocsánat, az okos telefonjaikat, de azért okos dolgokat is néznek rajta, például jégkorongot, nem csak magyar, hanem amerikai, és nézik az amerikai kosárlabdát, tehát magyarul vannak kedvenc csapatok. Biztos vagyok benne, hogy van olyan, akinek ez a szívecsücske, tetszik neki a férfias helytállás, és sorolhatná. A játékos délelőttön fiúk és lányok lelkesen teljesítették a könnyűnek nem mondható feladatokat. Az Entroners játékosai pedig bíznak abban, hogy sikerült a gyerekekkel megkedveltetni a sportágat, és többen is kedvet kapnak az amerikai focihoz.